A kánikulai meleg kedvezőtlenül hat mindenkire, de elsősorban a fizikai munkát végzők szervezetére, mind a szabadban, mind a zárt térben dolgozóknál. Az idősek körében a tartósan magas hőmérséklet szív- és érrendszeri panaszokat okozhat. Ezek jelentkezésekor fontos, hogy haladéktalanul keressük föl a kezelő orvosunkat, szívgyógyszereket szedő betegek kérjék ki ezzel kapcsolatban orvosuk tanácsát. Az idősek kánikula idején tartózkodjanak hűvös helyen, kerüljék a szervezetüket terhelő fizikai munkát, zuhanyozzanak naponta többször langyos vízzel. A kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell a fokozott folyadék bevitelre, szükség szerint a szokásos mennyiség többszörösére is szükség lehet. Fontos a sópótlása is. Kerüljük a tűző napon való tartózkodást 11 és 15 óra között, mivel ilyenkor fokozódik a napszúrás veszélye. A káros UVB-sugárzás ellen védjük bőrünket napvédőkrémmel és megfelelő, világos színű, természetes alapanyagú ruházattal. Széles karimájú vagy ellenző sapkát, kalapot viseljünk a szemünk védelmére. Lehetőleg éjjel szellőztessünk, ne hagyjunk kisgyermeket, állatot bezárva gépkocsiban. A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó citromos teával a szoptatás után. A szabadban végzett sportolást is korlátozzuk a reggeli vagy a kora esti órákra. A fizikai munkát végző dolgozóknál ilyen időjárási, hőmérsékleti viszonyok mellett szükséges, hogy a munkáltatók a munkavállalóik számára igény szerint, de legalább fél óránként védő italként 14-16 Celsius fokos hőmérsékletű ivóvizet vagy azonos hőmérsékletű alkoholmentes italt, valamint az előírtaknak megfelelő pihenő időt biztosítsanak. A közlekedés során vegyük figyelembe, hogy a hőség csökkentheti a koncentrációs képességet.